A Szociális Központ az Újvidéki Alapok ügyészséggel és az ENSZ fejlesztési programjával közösen hozta létre azt a projektet, amelynek keretein belül egy évig tartó terápiát biztosítottak 5 olyan férfinak, akik ellen partnerkapcsolatban elkövetett erőszak miatt tettek feljelentést. A nők elleni erőszak leküzdéséért folytatott harc többnyire az áldozatok segítségére kialakított intézményes támogatást foglalja magába. A kimutatások szerint azonban ezt a harcot több fronton kell vívni. Az áldozat beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy megkezdődhessen az elkövetők terápiája. Az elkövetők legnagyobb részét az ügyészség javasolja. Amennyiben eleget tesznek a kritériumoknak és a programban való részvétel eredménnyel jár, elvetik az ellenük irányuló vádakat. 5 férfi felelt meg a kritériumoknak, ebből végül 4 vettek részt a rehabilitációs programban. A 3 havi evaluáció eredménye azt mutatja, hogy nem követtek el újabb bűncselekményeket. 6-12 és 36 hónapon belül újabb felmérést végeznek majd, ekkor lesznek megbízhatóbb eredmények a terápia sikerességét illetően. A partnerek elleni erőszakot elkövető személyek terápiás programját még Belgrádban, Nizsben, Kragujevácban, Csácsákban, Leszkovácon és Krusevácon valósították meg.